Kóser vágóhidat adtak át tegnap Csengelén. A 2,8 milliárdos beruházás a Hungarikumnak számító kóser libamáj és hízott libatermékek exportját biztosítja a hazai igények kielégítése mellett. A magyar kormány és az Exim Bank együttes hozzájárulásának köszönhetően kóser vágóhíd nyílt Csengelén. Az üzem jelenleg 80-100 embernek, később pedig akár 260-nak is munkát ad. Ez a víziszárnyas ágazat legjelentősebb beruházása Magyarországon, mely összesen 2,8 milliárd forintból valósult meg. A magyar vidékben van perspektíva. Önök is meglátták benne a perspektívát, és mi is vidéken élő emberek, hiszen én is vidéken élek a Nagykunságban, látjuk a lehetőséget. Jó termékeink vannak, szeretünk dolgozni, a magyar gazdák, a magyar termelők, a magyar baromfitartók bizonyítottak a legnehezebb időkben is, hogy képesek kitartani, meglátják a fantáziát, képesek tenni azért, hogy egy nehéz helyzetbe került ágazat, túlélve a madárinfluenzát, újra növekedési pályára álljon. És én bízom benne, hogy ez a növekedés az önök vállalkozásával együtt fog majd bekövetkezni. A tegnap átadott vágóhíd kóser libamáj és hízott liba termékeit elsősorban exportra szánják Izraelbe, a tengeren túlra és az Európai Unió területére, de a gyár a hazai igények kielégítését is biztosítja majd.